Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Költőnk és kora címmel regionális vetélkedőt rendeztek József Attila életéről a költészet napján a Szabadművelődés házában. A győzelmet a Tóparti gimnázium reménytelen csapatnevet viselő együttese szerezte meg. 23. alkalommal rendezték meg József Attilára emlékezve a költőnk és kora vetélkedőt a Szabadművelődés házában. Kóbor István, a rangos szakmai zsűri elnöke biztos abban, hogy nem csak veretes múltja, de szép jövője is lehet a vetélkedőnek. Népművelő koromban tanultam, hogy minden megoldható, amihez egy lelkes ember, legalább egy lelkes ember van. Ennek a versenek a történetét kötődik Tóth László nevéhez, aki maga köré gyűjtött egy stábot, Péntek Imrével, Román tanárról, aztán Sobor Antallal, dr. Lőrinci Attilával és másokkal, akik a versenynek megadták a lelkét. De hát ez önmagában kevés lenne, ha az iskolákban nem lenne egy-egy vagy több lelkes tanár, aki minden körülmények ellenére az irodalom szeretetét hivatásának tartja, és minden iskolában vannak olyan diákok, akik a tanárokat követik. Itt a versenyen fordítva látszik, akik szerepelnek, azok a diákok, de okosak, intelligensek, szerényen viselkednek, valóban a legkreatívabb feladatot is szívesen teljesítik, és a felkészültségük is igen jónak mondható. Idén az ország minden tájáról összesen 23 középiskolás csapat vett részt a megmérettetésen. Eser Ilona, aki a kezdetektől bábáskodik a vetélkedőn, fontosnak tartja, hogy a költőnk és kora továbbra is népszerű a diákok körében. Azoknak a fiataloknak, akik azért időnként idejönnek, meg azért sokan vannak olyanok, akik verset olvasnak, de nem biztos, hogy a 20. század közepi verseket, hanem a maiakat olvassák. Nagyon sokan. Úgyhogy legalábbis én ezt tapasztaltam a fiatalok körébe. Úgyhogy József Attila meg meghatározó azért a költészetbe, úgyhogy a magyar költészetbe. Úgyhogy szerintem ez a verseny, ez mindig arra jó, hogy azért mindig örülök annak, amikor ezek a fiatalok itt ezzel foglalkoznak. Még akkor is, hogyha már évek óta részt veszek a zsűribe, és mindig örömmel tapasztalom, hogy nem csak fehérvári iskolák, hanem máshonnan is jönnek, más megyéből is jönnek, és jelentkeznek erre a vetélkedőre. Nem én kiáltok, a föld dübörög. Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. Lapulj a források tiszta fenekére, simulj az üveglapba. Rejtőzz a gyémántok fénye mögé, kövek alatt a bogarak közé. Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben, te szegény, szegény! Frizzáporokkal szivárogj a földbe. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Légy egy fűszálon a pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél. Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok, meddőanyánk gyerekért könyörög! Barátom, drága, szerelmes barátom, akár borzalmas, akár nagyszerű, nem én kiáltok, a föld dübörög. Kis Dorottya, a Szabadművelődés házának igazgatója büszke arra, hogy az intézmény továbbra is otthont adhat a Tóth László által elindított vetélkedőnek. Nagyon szeretjük a középiskolás korosztálynak szóló rendezvényeket, több ilyen is van, számos vetélkedő, néprajzi, városismereti, és 27. éve pedig ez a költőnk és kora József Attila vetélkedő, amelyet Magyarics András és Tóth László elődeim kezdtek el, és mi úgy éreztük, hogy ez egy olyan hagyomány, amit muszáj folytatnunk, hiszen nagyon-nagyon fontos a diákság életében, és a Magyar Költészet Napjához kapcsolódóan nekünk is érdekünk az, hogy valamivel megmozgatjuk a fiatalokat. Nagyon-nagyon jó érzés az, amikor az aulában és a termekben ennyi középiskolást látunk, és azt is látom rajtuk, hogy készülnek, drukkolnak, izgulnak, tehát komolyan veszik ezt a vetélkedőt, és minden évben nagyon büszke az, aki megnyeri, illetve az három első helyezett csapat. Mit lehet tudni a mai napi programról?
Két fordulós lesz, az első egy írásbeli, egy tesztszerű, három teremben folyik, és akik erről tovább jutnak, ők mennek a délutáni fordulóba. A délutáni forduló az egy interaktív dolog lesz, itt vetítenek képeket, amiket fel kell ismerni, illetve szituációs játékokat kell előadni a diákoknak, ez egy sokkal látványosabb dolog lesz, mint a délelőtti. És az eredményhirdetésről mit lehet tudni, milyen díjak lesznek? Oklevelek szoktak lenni a díjak, illetve könyvjutalmat kapnak, és ilyenkor átadjuk a Tóth László emlékdíjat is annak a csapatnak, akinek a felkészítő tanára és a diákjai a legjobban szerepeltek. József Attila, magad emésztő. Magad emésztő szikár alak. Én megbántottalak. Botot faragtál, ábrákkal tele, beszélt a nyele. Aztán meguntad. Így volt. Eldobtad, akár az ég volt, az uncsillagot ejti le. Én fölvettem, s rád húztam bele. Így volt. Sajnálom, kár volt. Világimon, mint üvegen át, hallgattam új álmod madaradalát. Azt hittem, annyi az ének, amennyi a magány üvegének vastag táblájén átszüremlik. S hallottam, említ az a szó isteneket, kik nem hajolnak ezután neked, pedig te nem szolgálsz többé nekik. Most már értelek. Pörös felek, szemben álltunk, de te szintén más ügyben, más talaj felett tanúskodtál, mint én. Már értelek. Mit érsz vele? A múlt tüntető menete elvonult, a lomb lehult, s a fájdalom ágai benned, mint mindenkiben, elkövesednek az aláomló évek, évadok, rétegek, szintek és tagok óriási nyomása alatt. Akár egy halomhasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindegyik determinált. Így él gazdag is, szegény is, így szenvedünk te is, meg én is. S még jó, ha az ember haragja, nem az embert magát harapja, hanem valaki mást. Dudás a fúvolást, én téged és engemet te. Mert mi lenne, mi történhetne, ha mindig magunkba marna az értelem iszonyú karma. S ha már szólok, hát elmesélem. Villamoson, egy este a szénetéren találkoztunk. Kalapot emeltem, talán nyeltem, köszöntem, és te csodálkozva vettél észre. S még ottan, egy pillanatig szórakozottan eltűnődtem. Hiszen lehetnénk jó barátok. Együtt mehetnénk a kávéházba, s teát akarva, szépet, jót, igazat akarva, beszélgethetnénk irodalomról, vagy más így fontos emberi lomról. S telt szavadra, melyet óvatosan vetnél alatra, utalván a tapasztalatra, indulatom messze ragadna, te, hozzátéve, szívedre neved, leintenél, mint az öregebb, mint az apám. S én bosszankodék, de nem mondanám. Sipos András a Tarsói Ifjúságért Egyesület elnöke számára ez a megmérettetés a megtartó erő, a bizonyosság, hogy az irodalom ma is része a fiatalok életének. Eredetileg a Tarsói Egyesület ezt Fejér megyei iskoláknak hirdette meg, de az internet adta lehetőség miatt Budapestről is érkeznek, Pápáról is érkeznek, meg az ország más területéről is. Körülbelül egy 3-4 csapat van, amelyik nem Fejér megyei, a többi mind Fejér megyei. És József Attilával kapcsolatban, a korával kapcsolatban, a költészetével kapcsolatban kapnak a gyerekek feladatokat. Egészen pontosan milyen feladatok lesznek? Írásbeli és szóbeli része lesz? Mi mindenre kell majd fókuszálniuk? A vetélkedő két fordulóban áll a mai napon. A délelőtti forduló a selejtező, mondhatjuk így is. Itt csak írásbeli feladatok lesznek. A délutáni forduló pedig többnyire szóbeli kreativitásra épített
feladatok lesznek, illetve minden csapatnak egy József Attila verset el kell tudni mondani. Az eredményhirdetésen milyen díjazás van? Azt hallottam, hogy könyvjutalom van, de van-e még más is? Pontosabban könyvvásárlási utalványt fognak kapni a csapatok. Ezen kívül kapnak könyvet, illetve egyéb ilyen emléktárgyakat is. József Attila, rejtelmek. Rejtelmek, ha zengenek, örtálok, mint mesékben, bebújtattál engemet talpig nehéz hűségben. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted, szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Én is írom én nekem, ha már szeretlek téged, tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Pintér András versszerető emberként valósággal lubickolt a moderátor szerepkörében, hiszen felkészült, a költészetet tisztelő diákokat szembesíthetett tudásukkal. Amit szerintem mindenki megtehet, és mindenkinek érdemes is megtenni, az az, hogy ismerkedjünk sokat a magyar irodalom gyöngyszemeivel, és azt hiszem, hogy abban nagyon sokan egyetértünk, hogy József Attila munkássága olyas valami, ami nélkül nem teljes a magyar kultúra ismerete és a magyar kultúra ápolása sem. És nagyon örülök annak, hogy itt ebben a házban, a Szabadműveledés házában most már több mint 27 éve foglalkoznak azzal, hogy ezt az évenkénti ünnepet megrendezzék, mert hiszen ez a vetélkedő, ez tulajdonképpen a vers ünnepe. És hát különös tekintettel Tóth Lászlóra, aki ennek az egésznek a kitalálója volt, és akinek az emlékdíját a mai napon át is adták már ennek a rendezvénynek a kereteiben. Tehát mindenképpen foglalkozunk kell a versekkel. A verseket szeretjük elvont dolgokként kezelni, olyasmiként, ami így a semmilyen kapcsolódási ponttal nem rendelkezik a hétköznapjainkra nézve, de nem csak a gyakorlati jelentőségű, meg gyakorlati fontosságú dolgokkal kell foglalkozni. Időnként a léleknek is kell egy kis táplálék, és József Attila költészete ezt tökéletesen biztosítja. Fantasztikus, hogy milyen nyelvezettel, milyen gondolatokkal. Sokakban ott van sok minden kapcsán fájdalom, félelem. Ezeknek a megfogalmazásában egészen zseniális volt. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsöm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. A harmadik helyen a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium csapata végzett. Számomra egyértelműen az önkifejezést jelenti, és azt, hogy egy más platformon mutathatom ki az érzéseimet, és teljesen mást jelent mindenkinek egy adott vers, és ez a csodálatos szerintem benne, hogy mindenki beleélheti a saját érzelmeit, és egy csomóféle világot megismerhetünk ezáltal. József Attila. Iszonyat. A szobakonyhám fél homály van. Az alkóv mögött szenderek csücsörgő szájjal, rongypójában, s fölnyög néha egy kisgyerek. Rezeg rándul, mint őszi szélben, tócsa rideg köveken. Egy kislány gondolkodva mélyen ül a sarokban félszegen. Csak ketten élnek az alkóvban, kiket vágy éltet, s gyűlölet. Bundás kutyával megkopottan Rákóczi árny az ágy felett. A kislány 7 éves. Kiszökne, s ittben ugrálni sem lehet. A mama lelkére kötötte ezt a dögöt, a gyermeket. Futna, ám oly nagyon tűnődik, hogy majdnem elalszik bele. Erőt is érez, hogy a földig egy várost lerontson vele. Ám dagadt szemét nyitja, s menten fölsír a csöpp fiúgyerek. A lányka végigméri, csendben megmelegíti a tejet. A kékülő arcú gyerekre mereven néz és hallgatag.
Fakóhaján, mint halott lepke lógatja szárnyát a szalag. Majd az üvöltő szájba tolja a teljes üveg cucliát. A fiú köhög fuldokolva, s mint botha törik, úgy kiált. Mint tenger ráng az apró termet, a cucli csöpög, mint a csap. A lány elveszi, és a gyerek nyelv vonít, és utána kap. Majd ismét a szájába nyomja, mert már csak tátog és feszül. És mire a szopva megnyugodna, kiveszi ajkai közül. A gyermek nem tudja, örüljön vagy sírjon véghetetlenül. Haragja rázza. A tej följön kis gyomrából, s ajkára ül. Akárha most született volna, oly vörös. Fején az erek, mint pondrók másznak vonagolva. Lába nagy ujja megmered. Üvölt és hápog, szopna, s retteg, inyével a homályba kap. Csak mikor istenek születtek, szülőkben kélti iszonyat. A gyermek irtózattól nyírkos. Ha adja, miért veszi el? A lány hideg, mint a gyilkos. Az udvaron vak énekel. Így játszik egy fél óra hosszat némán és mosolytalanul. Mikor egy szomszédnő kopogtat, megrezzen, mégis válaszul, lágyan szól ki a hasadékon. Tán most kap szegényke fogat. Aztán az alkóvba ül, s vékony 10 kis ujjával játszogat. Az anya este, hetek óta így van ez, ölébe veszi fiát. Az őt marokra fogja, s az édes tejet nem eszi. Az üveg láttán sírni kezd el. Csak az ölerős melegét kéri, s mint roskat öregember reszketve hunja le szemét. Az anya nem tudja, mi lelte. Kendőjét ekkor veti le. A kisleánynak perga nyelve. Időben adta mennie. Mama, engedjen főzni engem. Már frissen és vidor anyja fog. A mama fáradtan, esetten érzi, aludni volna jobb. Éjjel a csillagok nem égnek. Évszakok sírnak és egek. Álmában sír az anya, s ébred. Azt hiszi, sír a kisgyerek. Azon néma vinnyogás dermed, az anya ágyából ki kell. Úgy látja, mosolyog a gyermek, és megnyugodva alszik el. Mikor munkába siet reggel, készít egy kis 10 órait, és indul. A kisleány is felkel, és még ruhát ölt, fogatkozik. De nyomja nagy magányit benn, kín löki, játszik odakin. Ismét felsír a gyermek, s minden előről kezdődik megint. A második helyet a Ciszterci gimnázium diákjai szerezték meg. A vers az egy lelki megnyugvást jelent. Mindig, amikor az ember különféle érzelmek elöntik, akkor egy versben könnyen megtalálhat megnyugvást vagy menedéket, habár ezt a mai világban egyre nehezebb megtenni a sok közösségi médiai, illetve elektronikai kísértés közepette. József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi, a fűkinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hadhoz. Maradj fölöslegesnek. A titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél saját igaz pörödnél. Atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten. S romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben.
Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha, soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltás, így nem szerethetsz. Most hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez, vagy vess el minden elvet, s még remélj hű szerelmet. Hisz, mint a kutya, hinnél abban, ki bízna benned. A színvonalas döntőben 6 közösség diákjai adtak számot tudásukról. A győzelmet a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Reménytelenül nevű csapata szerezte meg. Számomra a költészet és legfőképpen József Attila versei egyfajta lelki támaszt nyújtanak, mivel nagyon sok területen kell megméretnem magam, többek között a zene és a művészetek egy elég erős gimnáziumban, és amikor kicsit összeomlok, vagy úgy érzem, hogy segítségre van szükségem, akkor általában József Attila versei. Az ünnepségen átadták a Szabad Művelődés Házának egykori legendás igazgatójáról elnevezett Tóth László díjat, amely a legeredményesebb felkészítő tanárt illeti meg. Az idei évben az elismerést Brunner Éva, a Tóparti Gimnázium pedagógusa érdemelte ki. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!